Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A Marosvásárhelyi Fertőző Klinika intenzív terápiás részlegének bővítéséről, valamint a Maros megyei hegyi mentőszolgálat új központjának megépítéséről is egyeztettek Cseke Attila fejlesztési miniszterrel pénteken a Maros megyei tanács vezetői. A találkozó részleteiről, valamint az önkormányzat 2021-es költségvetési terveiről lesz szó mai adásunkban. Köszöntöm a stúdióban Péter Ferencet, az önkormányzat vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó estét kívánok én is önöknek is, meg a kedves tévénézőknek szintén. Hát valóban mondhatjuk azt, hogy nagyon jól esik, amikor ellátogatnak a minisztereink, és tudunk beszélgetni azokról a tervekről, amelyek mindannyiunk életét megváltoztathatják. És most már mondhatom, hogy Cseke Attila a második miniszter, aki ellátogatott Maros megyébe. Először a sport és ifjúsági miniszter Novák Eduard volt jelen, és tervezzük, hogy a környezetvédelmi miniszterünk is, Táncos Barna is ellátogasson az elkövetkező időszakban, a jövő hónap közepe körül ellátogasson Maros megyében. Miért fontos, hogy ezek a találkozók létrejöjjenek? Azért, mert a polgármestereink, az önkormányzati vezetőink közvetlen módon tudnak tárgyalni azokról a fejlesztési tervekről, azokról a prioritásokról, vagy esetleg azokról az irányvonalakról, amelyet a minisztérium kitűz magának az elkövetkező évre, vagy az elkövetkező időszakra. És nagyon fontos az, hogy első kézből megkapják az információt, de ugyanakkor direkt fel is tehetnek olyan kérdéseket, amit talán másképp nem lenne lehetséges. És ez is történt most a Cseke Attila miniszter úr látogatása alkalmával is, hogy voltak polgármester találkozók, voltak külön megbeszélések úgy a megyei önkormányzatnál, úgy a prefektúrán, mint pedig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnál, ugyebár, mint látható volt a sajtóban is, több helyen szerződéseket írtak alá, vagy meglátogattak különböző beruházásokat, amelyek ebben a pillanatban vagy az Országos Településfejlesztési Programból, vagy pedig a Fejlesztési Ügynökség finanszírozásában valósulnak meg. Így volt Erdőszentgyörgy, Gyulakúta, Marosvásárhely vagy Szászrégen. És a látogatás alatt pedig a miniszter úr is kifejezte elismerését a rengeteg projekt iránt, amit a polgármestereink letettek, és várják rá a finanszírozást, de ugyanúgy mi is megköszöntük azt az együttműködést és azt a nagyon pozitív hozzáállást, amit tanúsítam, mióta átvette ezt a minisztériumot, és azért reálisan látjuk a változást. Meg reálisan látjuk azt a tényt, hogy nem csak azt foglalkoztatja, hogy mi történik a fejlesztési oldalon, hanem nagyon fontosnak tartja a közigazgatási reformot is, és nagyon fontosnak tartja azt, hogy olyan dolgokkal is foglalkozzon, amit évtized óta senki miniszterként nem vállalt fel. Csak egy példát mondjak, egy olyan, mint egy építkezés engedélynek a kiadása, hogy mennyire egyszerű, vagy mennyire nehezíti meg a beruházóknak a sorsát, de ugyanúgy különböző szervezési kérdéseket. Tehát amint tudjuk, hogy hozzátartozik nem csak a fejlesztés, hanem hozzátartozik a közigazgatás meg a középítkezés. Tehát ezen a területen itt kezdve az általános városrendezési tervektől egészen a különböző ügynökségek, akik segítenek abban, hogy engedélyeket adjanak ki, vagy bizonyos ellenőrzéseket végezzenek. Itt, hogyha csak egy példát mondanék, az építkezési felügyelőség is ugyebár hozzátartozik, amit már ott is az elején bejelentette, hogy le fogja csökkenteni ezeknek a hatását, tehát a regionális központokat megszünteti, csak a megyei központokat fogja meghagyni, mert túlzásnak tartja azt, hogy Marosvásárhelyen is van, Brassóban is van, meg Bukarestben is van, tehát ezt próbálja egyszerűsíteni, de ugyanúgy felhívta a figyelmet arra is, hogy akkor, amikor valaki egy tervet kell engedélyeztessen, akkor összesen az összes területen, itt hídak, utak, középületekről lévén szó, és nagyon sok más ágazatról, összesen az 501 néhány szakértő, aki lepecsételheti azokat a terveket, és a szakértői véleményezést kitöltheti, ennek az átlag életkora több mint 50%, 70 év fölött,
még van egy 20%, aki ilyen 60-70 év között, és ez egy ilyen kasztszerű dolog lesz, ami ahova nem engednek be senkit, és ez nagyon megnehezíti az építők vagy a beruházók sorsát, mivel csak bizonyos területeken olyan megyék vannak, hogy egyetlen egy szakértőjük sincs, és ezért teljesen az egész rendszert meg szeretné változtatni, és talán azért kezdtem ezzel, hogy mindig csak azt látjuk, hogy felépült egy épület, vagy megépült egy út, de nem látjuk azt, hogy a háttérben mennyi munka van, amíg eljutunk addig, hogy az első kapavágást el lehet végezni. Inkább azt látjuk, hogy nem jutunk el oda nagyon sokszor, és így azt nem értjük, hogy miért. Így van, köszönöm a felvetést, mert nem lát, tehát az egyszerű ember, aki csak azt látja, hogy a munkagépek dolgoznak, vagy nem dolgoznak, de azt, hogy milyen nehézségeken beütközünk addig, amíg eljutunk addig, hogy igenis kimehessen az a munkagép az építőtelepre, azt nem látjuk, és azért örvendek, hogy ezt is előhozta a miniszter úr a sajtótájékoztatón is, hogy próbál egy rendszert, egy gyakorlatilag egy szokást, egy rossz szokást megváltoztatni ebben az országban, hogy olyan modellt építsen fel az engedélyeztetés meg a közigazgatás területén, ami könnyíti ezeknek az engedélyeknek a beszerzését, de ugyanakkor könnyíti a beruházóknak meg az önkormányzatoknak a lehetőséget, hogy minél könnyebben eljussanak addig a pontig, hogy egyáltalán elkölthessék a pénzüket, vagy elindítsanak bizonyos beruházásokat. Viszont, ha visszatérünk a beruházási ágazatra, tehát nagyon fontos az, hogy hozzátartoznak ez az úgynevezett Penedelia településfejlesztési országos program, de ugyanakkor az úgynevezett Csénéi, azért mondom így is, ami így elhangzik nagyon gyakran az újságokban. Mindkét intézmény elég sok projektet gyakorlatilag megvalósít és kivitelez. Ugyanakkor hozzátartozik a regionális operatív programnak a 2014-20-as időszaka. A következő projektek azok már az integrációs minisztériumhoz fognak tartozni, de a regionális operatív program, amíg lejár, az végig a fejlesztési minisztériumhoz fog tartozni. Ott rengeteg projekt van még ebben a pillanatban folyamatban, úgyhogy óriási feladat számára is. Viszont ami még újdonság, és azt muszáj, hogy kiemeljem, a bölcsőde program, ami azt hiszem mindannyiunk számára fontos. Jól tudjuk, hogy úgy Marosvásárhelyen, mint a települések zömében hiányzik a bölcsődehely, és ezt próbálja megváltoztatni. Tehát lesz egy bölcsődeépítési program 3 modellre, kisebb, közepes, meg nagyobb különböző méretű helységeknek. Ugyanakkor az iskolabusz programot szeretné teljesen ebben az évben felújítani, tehát magát a parkot felújítani, olyan környezetkímélő iskolabuszokat vásárolni, aminek kisebb ugyebár a széndioxid kibocsátása, és úgy gondolom, hogy még ezek a programok, amelyeket elindít, még tetőzik csak arra, ami eddig is volt. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. Hogyan értékeli magát a találkozót, hogyha már említette a bölcsődeépítési programot, arról lehet-e tudni, hogy konkrétan Maros megyében hány bölcsőde épülhet fel a következőkben? Tehát azért ez egy hosszabb lefutási program lesz, hogyha pontosan idézem, akkor talán országszinten 200 új bölcsőde épülhet. Arról volt-e szó, hogy Maros megyében mennyire van igény akár, vagy mennyi épülhet, és hogyan értékeli ezt a találkozót? Milyen konkrétumokról volt szó azon kívül, hogy a miniszter úr ismertette a programját, illetve az elképzeléseit a reformokra nézve, illetve a beruházásokra nézve? Tehát amit fontos itt kiemelni az, hogy felhívta a figyelmét az önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek, alpolgármestereknek, hogy figyeljenek oda, és minél hamarabb jöjjenek a kérésekkel. És már mindenki tudja, hogy ahhoz, hogy meg lehessen valósítani egy bölcsődét, elsősorban szükség van egy területre. Megvannak azok a minimális területek, a legkisebbhez 1500 négyzetméter következik, az 1900 meg a 2000 négyzetméteres területméret ahhoz, hogy meg lehessen építeni a különböző méretű bölcsődét. Rendelkezzenek a területtel, rendelkezzenek azzal az összeggel a költségvetéseből, amivel a különböző közműveket tudják biztosítani, és akkor forduljanak kéréssel
a minisztérium fele, és lesz egy szelekció, tehát egész biztos, hogy lesz egy szelekció, mert több mint valószínű sokkal több kérés lesz, mint amennyi lehetőség van. Viszont lesz egy prioritási lista, ebben az évben bekerül egy bizonyos számú fejlesztés, és ezt ő szeretné folytatni 4 éven keresztül, tehát nem csak azzal, ami most megtörténik, hanem szeretné folytatni tovább is, legalább erről ezt véleményezte, és szeretné azt, hogyha minél hamarabb elkezdődnének, tehát ő még ebben az évben el szeretné kezdeni a versenytárgyalásokat, meg el szeretne kezdeni ezeket a beruházásokat. Én nagyon remélem, hogy sikerülni is fog. A találkozó az nagyon pozitív volt, tehát minden területen, itt ugyebár nem említettem azt, hogy Erdőszentgyörgyön egy sportteremnek az építésének a szerződését írta alá, Kelementelkén, Gyulakutához tartozó Kelementelkén pedig az Új Kultúrotthonnak az átvételénél vett részt az átvételi jegyzőkönyv aláírásán, amit nem ő kell aláírjon, de hát ott részt vett ezen a pillanaton, amikor gyakorlatilag átvette az önkormányzat az épületet, úgyhogy használható kultúrotthona van most már Kelementelkének is, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy Marosvásárhelyen meglátogattuk az úszódát, ami egy 52 millió lejes beruházás, és ez egy-két hónapon belül át lesz adva, tehát működőképes, és valóban egy nagyon sikeres beruházás, legalábbis az első pillanat, az első benyomás azt mutatja, hogy egy minőségi munka és egy nagyon szép beruházás lesz, hasznos is, de ugyanakkor szép is. És ami szintén nagyon fontos, hogy meglátogattuk azt a bizonyos korcsolyapályát, amit már nagyon sokan meglátogattak, és nagyon sok fejlesztési miniszter, nagyon sok sportminiszter meglátogatott. Mindenki megígérte, hogy ez be lesz fejezve és megoldódik. Na, még eddig nem sikerült, és én meg vagyok győződve, hogy ismerve Cseke Attila miniszter urat, hogy az ő mandátuma alatt ez be lesz fejezve, és ez megoldódik, hogyha megígérte. Így Marosvásárhely nyer 2 nagyon fontos sportlétesítményt, ami nagyon is szükséges Marosvásárhelynek. Úgy az úszóda, tehát egy olimpiai méretű úszóda, ahol akár versenyeket is lehet szervezni 800 férőhelyjel, de ugyanúgy ezt a korcsolyapályának nevezett gyakorlatilag egy multifunkcionális épület, amit korcsolyapályának is, de ugyanakkor más rendezvényekre is lehet használni. Ez a két létesítmény azt hiszem, hogy óriásit fog segíteni a marosvásárhelyi sportéleten, és ugyanakkor óriási lehetőség úgy a fiatalok, mint az idősebbek számára, hogy használni tudják ezeket a létesítményeket, és gyerekek, fiatalok, mindenki, aki edzésre jár, vagy aki különböző sporttevékenységeket akar folytatni. Én azt hiszem, hogy Marosvásárhely valóban ezzel azt mondhatja, hogy óriási megvalósítás sikerült megoldania, hogyha mind a két létesítményt átadjuk. A Maros megyei tanácsnak milyen beruházásai vannak folyamatban, amelyeket a fejlesztési minisztériummal közösen végez, vagy melyek azok? Felvezetőmben említettem a fertőző klinika intenzív terápiás részlegének a bővítését, valamint a hegyi mentőszolgálatnak az új központját is, hogy erről önök tárgyaltak ezeken kívül, meg voltak-e más olyan beruházások, tervek, amelyekről szó esett ezen a tárgyaláson? Igen, tehát ami fontos, csak úgy táviratilag, mert rövid az idő, tehát a regionális operatív programba ugyebár megy a 2 nagy projektünk, a Dicsőszentmárton és Nyárátő útszakasz, meg a Szent Ágota Segesvári útszakasz. Ezek folyamatban vannak, és nagyon előre haladott állapotban, tehát normális körülmények közt, még akkor is, hogyha jövő év az átadási időszak, de én úgy látom, hogy ebben az évben át lehet adni mindkét beruházást. Ugyanúgy a Természettudományi Múzeumnak nemrég valamivel több mint egy hete írták alá az átadási jegyzőkönyvét, tehát a kivitelező végzett a munkálattal, nem sokára látogatható lesz. Sajnos a Kultúrpalotánál el kell mondjuk, hogy ott ugyebár az építő komolytalansága miatt teljesen le kellett állítani, fel kellett bontani a szerződést, és új versenytárgyalás lesz most kiírva, és ott le van egy csúszás, tehát ott nem működik olyan hamar. Ugyanúgy a településfejlesztési programból pedig a 4 útvonal, ami el volt tervezve, ebből 2 már mondhatjuk azt, hogy át lett adva, a Kundi útszakasz és ugyanúgy a Ludas-Nagysármási útszakaszon egy rész,
De a két nagy beruházás, ami Szederjes Erked és Vajdaszent Ivány Sárpatak szakaszon van, mindkettő nagyon előre haladott állapotban van, gyakorlatilag készen is lehetett volna már az előző évben mindkettő, mindkettőnél van egy-egy gond. A Szederjes Erkednél egyszerre megy a két beruházás a vasúti beruházással, és ott vannak bizonyos szakaszon, ahol átfedések vannak, és ezért bizonyos szakaszokon csúsznak a munkálatok, és a Vajdaszent Iványon pedig van egy csatornázási projekt, ami még most van licitálás alatt, tehát ott kénytelenek vagyunk megvárni azt a beruházást, utána végezzük el az aszfaltozást, de a jövőre gondolva, amire kértük a támogatást, hogy a fejlesztési ügynökségnél van, ugyebár a fertőzőklinikának ez az ATI részlege, tehát az intenzív terápiás részlege, és ott már bizonyos szintre előre került, és hogy ezt megkérjük szépen, hogy támogassa, és megígérte a támogatást, hogy minél hamarabb ezt próbáljuk már tervezési szintre és kiírási szintre, tehát építkezési szintre hozni. Miért nem sikerült ezt hamarabb, mert azért beszélhetünk arról, hogy is konkrétan kijelenthetjük, hogy erről már szó volt, az ötlet, az felvetődött már körülbelül egy évvel ezelőtt is. Hát több mint egy évvel, vagyis egy éve, mert ugyebár egy éve kezdődött ez a hullám, az első hullám a vírusfertőzésnek, és akkor jöttünk ezzel az ötlettel, hogy minél hamarabb a fertőzőklinika mellett építsünk egy moduláris intenzív terápiás részleget, mivel zöme az intenzív terápiás eseteknek a fertőző klinikával kapcsolatos, tehát a vírusfertőzéssel kapcsolatos, akkor mindenki megígérte, hogy segít, de senki nem segített. Most jutottunk el addig, hogy igenis a Fejlesztési Minisztérium és a Fejlesztési Ügynökség felvette a listára, és finanszírozás elé szeretné terjeszteni. Tehát ebben az esetben sajnos egy évet csúsztunk, közben úgy nézett ki, hogy az akkori kormánypárt jobbnak találta, hogy az egyetemen legyen elindítva a sportcsarnokba egy intenzív terápiás részleg, ami gyors megoldás volt valóban, de tudjuk jól, hogy a körülmények sportterem körülmények, tehát szükségállapot idején elfogadható, de hosszú távon ez nem tartható. Mi jöttünk ezzel az ötlettel, ami egy picit hosszabb lett volna, mint beruházás, mert egy 3-4 hónap alatt lehetett volna felépíteni, viszont ezt nem támogatta a kormány, az akkori kormány, és most pedig eljutottunk addig, hogy most az a kormány ott, ahol jelen van az RMDSZ is, jelen van a miniszterekkel, és nagyon fontos minisztériumokat vezet, itt támogatják most ezt a beruházást, és remélem, hogy hamarosan sikerül ezt elindítani. Konkrétan mikor indul? Hát még akkor is, ne felejtsük el, hogy egy előtanulmány van, tehát itt még a kivitelezési tervet meg kell oldani, meg utána az építkezést, tehát ezt én azt mondom, az ideális esetben az év vége fele tudjuk lejáratni a versenytárgyalásokat, meg úgy, hogy egyáltalán elkezdődjenek a munkálatok is, az ideális, legideálisabb lehetőség is ez. Ugyanakkor beszéltünk a hegyi mentőszolgálatnak, készen vannak ott már a tervek, kivitelezési terv, meg minden, és hogyha lehet, ezt is próbáljuk meg a fejlesztési ügynökség listájára feltenni, és onnan finanszírozni. Valószínű, hogy a kedves nézők is tudják, hogy a Maros megyei hegyi mentőszolgálat, amit a megyei önkormányzat finanszíroz, azt mondhatjuk, hogy az elsők között van országos szinten, tehát nem csak hegyi mentésbe vetik be őket, hanem ugyanúgy buvárkodnak, ugyanúgy különböző vízi mentésekben is részt vesznek, meg azt mondhatjuk, hogy az ország területén, nem csak Maros megyében rengeteg bevetésük van, és büszkék vagyunk valóban rájuk, amilyen munkát fölvállalnak, és amilyen jó fel vannak készülve, és nekik szeretnénk egy teljesen új központot építeni, ahol raktározási lehetőségektől elkezdve, mert amint mondtam, itt a buvárkodástól a hegyi mentésen keresztül különböző járművek, különböző felszerelések elraktározása, ugyanakkor a személyzetnek is az állandó szolgálat legyen biztosítva, tehát ezt az új épületközpontot szeretnénk felépíteni, és ehhez kértük a támogatását, és azt ígérte, hogy küldjük a terveket, és meg lesznek ezek a támogatások, de ugyanúgy ne felejtsük el, hogy kezdődik az országos helyreállítási és
rezidenciaépítési terv, ugyanúgy kezdődik a méltányos átállási alap, tehát nagyon sok terv, kezdődik az új regionális operatív program, és mindezeknél készülünk tervekkel, úgy a megyei kórház szintjén több tervünk van már, ami elő van készítve, hogy bármikor le tudjuk tenni, hogyha megfelelő tengelyt indítanak finanszírozási alapra. Ugyanúgy az utaknál is több tervek vagyunk készen, amire azt várjuk, hogy igenis lehessen indulni, és tovább folynak a tervezések, tovább folynak azok a munkálatok, hogy minél több előkészített előtanulmányunk, megvalósíthatósági tanulmányunk, vagy akár kivitelezési tervünk legyen, ahhoz, hogy finanszírozás esetén legyen, amit letenni az asztalra, legyen, amit letenni ezekre a fejlesztési tengelyekre. Most mindeddig főként olyan fejlesztésekről beszéltünk Maros megye területén, amelyek különböző minisztériumokon vagy ügynökségeken, központi, bukaresti intézményeken keresztül valósulhatnak meg. Nos, nyilván, hogy Bukaresttől függ a Maros megyei tanács, és ugyanígy minden más megyei önkormányzat költségvetése idén, mire számítanak? Ugye tavaly nagy érvágásként értékelték azt, hogy kisebb volt a költségvetés, mint 2019-ben. Idén mire számítanak, és mikor lesz Maros megyének költségvetése? Hát azzal kezdem, hogy mikor lesz költségvetése, azt tudjuk, hogy 45 napon belül, tehát valamikor itt 15-e körül lesz a megyei tanácsülés, amikor megszavazzuk a költségvetést. Most azt mondom, hogy már nem érvágás, mert megszoktuk, az idén még kisebb, mint a tavalyi. Tehát a tavaly nagyon rosszul esett, hogy a legkisebb költségvetésünk volt az elmúlt időszakban. Most ez a költségvetés még kisebb, mint a tavalyi, tehát optimista szellembe kezdjük ezt az évet idézőjelbe téve. Ebben a pillanatban annyit mondhatok, hogy sajnos nem úgy néz ki, hogy a kormányprogramba szerepelne a megyei tanácsok megerősítése, és ezért eléggé csökkentett odafigyeléssel volt kezelve a megyei önkormányzat költségvetése. Most ezt nem akarom magyarázni, mert nem is tudom, de annyit látok, hogy ebben az évben az ezévi költségvetés arra elegendő, hogy a működést biztosítsuk, és a fejlesztéseket pedig azokat, amit elkezdtünk eddig, és megvolt rá a finanszírozás, azt folytatjuk, de ebben az évben új finanszírozások, vagy új finanszírozási vonalak megnyitása gyakorlatilag csak a pályázatokon keresztül lesz. Nagyobb beruházásnak nem látom, hogy hogyan fogunk tudni nekiindulni, maximum el fogunk indítani pályázatokat, el fogunk indítani munkálatoknak a meghirdetését, hogy legyünk felkészülve arra, hogy reménykedünk, hogy a második fél évben azért csak lesz egy pozitív költségvetésmódosítás, és akkor talán már elindított tervekkel megkötött szerződéseket lehet majd finanszírozni, és akkor kezdhetünk akár új beruházási terveket is saját költségvetésből. Egyelőre, ami a legfontosabb az, hogy a közel 6000 alkalmazott meg a 20 intézmény, ami az alárendeltségünkbe tartozik, annak meglegyen a fizetés alapja, megjelenjenek a működési költségek. Ezek az intézmények, mert nagyon fontos intézmények, kezdve kórháztól egészen a gyerekjogvédelmi meg szociális igazgatóságon keresztül a kulturális intézetek, repülőtér, mindenhol az a legfontosabb, hogy a működést tudjuk biztosítani, és a fejlesztésekből pedig befejezni azokat, amiket elkezdtünk, az újakat pedig egyelőre csak úgy feltételes módon elindítani a versenytárgyalásokat, és várjuk a pozitív költségvetésmódosítást júliusban, hogy valóban tudjunk valami komoly dolognak is neki kezdeni saját költségbevetésből is, mert a tervek azok az uniós pályázatok, meg a fejlesztési tervek a különböző kormányprogramokból azok mennek előre. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy elmondta mindezeket. Egy rövid válasz erejéig kérdezném még arról, hogy ugye tavaly első körben, amikor a költségvetést elfogadták, akkor az 709 millió lej volt, úgy, hogy 900 milliós kiadásokkal számoltak. Idén várhatóan mekkora lesz a kettő között a különbség, vagy nőttek a kiadások? Nem tudok erre most választ adni, mert most folynak a tárgyalások az intézményekkel, és az intézmények benyújtották az igénykérésüket, ami körülbelül háromszor akkora, mint a lehetőség. És most is onnan jövök, hogy pont a kórházzal meg a repülőtérrel volt egy egyeztetés, de így van minden egyes intézménnyel. Mikor összerakjuk ezeket, akkor a jövő hét elejére tudok mondani egy választ, hogy igenis hogy áll, és mekkora ez a különbség.
Köszönöm szépen, hogy én köszönöm a lehetőséget. És ugyanakkor pedig mondjuk el azt is, mert a kedves nézőkkel valószínű, hogy nem fogunk találkozni, hogy áldott húsvéti ünnepeket mindenkinek, és találkozunk egészségben újra. Így legyen. Köszönöm én is a kedves nézőknek a figyelmüket. Jövő héten várom önöket egy következő ügyfélórára. Addig is viszontlátásra és áldott ünnepeket.